Baranyai Barna vagyok, humorista, szövegíró, és engem ért a megtiszteltetés, hogy a 24-es Gamer Symphony-nak a műsorvezetője legyek. Ez annyira szerelem projekt, hogy én emiatt nem is izgulok. Tehát annyira hazabeszélek. Én is ugyan egy óriási kocka vagyok, hogy nem izgulok azon, hogy nagyon-nagyon sokan ebből a gamer közegből jönnek, mert gyakorlatilag a népemhez beszélek majd. Nekem, ami a hátam mögött van, a szimfonikusok, ők lesznek az új, az idegenpálya. Arra nyilván úgy készülök, hogy egy szoros együttműködéssel a Dohnányi zenekarral, szóval egy kis inputot szeretnék tőlük kérni minden egyes részhez, hogy összekössem ezt a két világot. Az én gamer létem az egy 6 éves koromban kapott ilyen nagyon-nagyon régi számítógép és egy sárga kazettás ilyen Nintendo konzollal kezdődött. Az anyukám volt nagy gamer egyébként, a mai napig is az, csak ő ezt a Candy Crush-os telefonos vonalat követi. És hát onnantól csak így lefele ment az út, tehát jött ugye a PC után, az Xbox, a PlayStation, és így évek során ebben találtam meg azt az ilyen megnyugvást, ami ugye mindennapokból kiszakítés, és amivel így el tudom felettetni a mindennapi dolgaimat. A videójátékoknak a zenéje az olyan szinten az életem részét képezi, hogy én munkaközben is azokat hallgatom. Amikben nincsen ugye szöveg, azok annyira segítenek koncentrálni, én egy szál laptopra dolgozom otthon, úgyhogy ezeket pörgetem, amikor nem játszok, akkor is hallgatom ugyanazokat a számokat. Nekem a játékzenék egy kicsit egy ilyen portálszerűen működnek. Hogyha elkezdem hallgatni ezeket a zenéket munka közben, vagy akármikor, akkor visszarepít abba a korba, amikor én először ezekkel a játékokkal játszottam. Tehát ha Minecraft zenét hallgatok, akkor 14 éves vagyok, hajnali 2 van, nyár van, és semmi gondom nincsen. Ha World of Warcraft zenét hallgatok, akkor abban is több van, ugye, akkor bármelyik tinédzser kori emlékemet vissza tudom hozni, attól függ, hogy melyik kiegészítőnek a zenét hallgatom. Tehát egy olyan lenyomatot hagy az emberben, amit utána nem lehet kitörölni. Szerintem a videójáték zenéknek a jó része is ebbe a kategóriába sorolható. Tehát egy olyan művészeti teljesítmény van mögöttük, hogy megérdemlik a kortárs klasszikus zeneszerzők, hogy ott említsük őket a legnagyobbak között. Ott voltam a legelső Gamer Symphony-n tavaly, és annyira tetszett, hogy végig sztoriztam róla, hogy úristen, ezt nézzétek, milyen jó játékzenék élőben. Szűcsapor volt az, aki rám írt Instán, hogy ő meg engem követ gyakorlatilag, és így mondtam neki, hogy ha lesz még egyszer, akkor léci, hadd vegyek részt benne valamit. Egy ekkora dokumentumot így hozzávágtam, hogy ezeket léci, ha van következő, akkor rakjátok bele. És így kezdtünk el beszélgetni, és ő írt rám, hogy akkor mit szólnék, ha vezetném a műsort, és én pedig azonnal és sikítozva igent mondtam. Azoknak, akik még nem vettek jegyet, azoknak azt tudom mondani, hogy életemben 2 ilyen művészeti vagy szórakoztatóipari produktum könnyeztetett meg az életemben. Az egyik a Hachiko című kutyás film, amikor a végén taknyosra bőgtem magam. A második, amikor az első Gamer Symphony az Orient the Blind Forest-nek a fő címdala gyakorlatilag megszólalt, úgyhogy ennyire jó.